A mai felvétel kapcsán szerintem legelőször arról kell beszélni, hogy az a rendszer, amiben élünk, és amiben a földi bolygó is helyet foglal, folyamatosan fejlődik. Persze jó kérdés, hogy mi által. És ez is nagyon jó kérdés, hogy jól fogalmaztam el meg em a felvetést, vagyis, hogy biztos, hogy folyamatosan fejlődik -e, ugyanis azt tudjuk, hogy volt egyfajta úgymond stagnálás, vagyis olyan időszakok, amikor ez a rendszer nem fejlődött, megállt úgymond egy pontban, és kellettek olyan energiák, amelyek kizökkentették az itteni állapotokat, és ami által tulajdonképpen most már elmondhatjuk azt, hogy például rezgés szintben, Majdnem tízszeres értéket értünk el globálisan, persze jó kérdés az, hogy ez a Föld minden egyes területére egyformán igaz, é vagy nem. De arról kell beszélni, hogy a különböző kinyilatkoztatások szerint is többféle éra váltja egymást, és miképpen haladtunk előre az időben, ugye azt lehetett érzékelni, és arról is szólt a fáma, hogy egyre hanyatlottabb korszakokat és állapotokat fogunk elérni. Ami igazából ugye be is következett, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az eredeti aranykorból egészen lesüllyedtünk odáig, hogy ma a Kali júgában élünk, ami egy démoni ördögi kor szak, és amiben ugye nagyon sokféle viszontagság és negatív erő fogalmazódik meg. Nyilván, hogy az eredeti terv nem ilyen volt, tehát nem indu, innen indult el tulajdonképpen a történet, viszont valamiért ugye lecsökkentek a rezgés szintek és a tudatállapotok, de arról is beszélnek, és beszéltek már ugye korábban is, hogy ez az egész meg fog fordulni, és van esély arra, hogy visszatérjünk az eredeti mintába, magyarán, hogy ez az egész itteni rendszer elkezd majd fejlődni, és benne a föld, a földi létezés is. Azt is tudjuk, hogy 1980 óta, ugye 80 évek óta kezdett el emelkedni a bolygónak a rezgés szintje, és a 7,83 Hz-től, az alaprezgéstől, a saját frekvenciától eljutottunk, körülbelül 60-70 hz de vannak, akik arról számolnak be, hogy 90 <kül> hercet is elért már tulajdonképpen, a bolygónak a rezgés szintje, vagy akár például ennél magasabb állapotokat. Persze nagyon fontos, hogy még magasabb szintekre érjünk, hogy még közelebb kerüljünk úgymond a, a fényhez és az isteni minőséghez, vagyis hogy a Kali jogából, mint olyanból ki tudjunk emelkedni, és hogy ezt az egész itteni létezést valahogyan vissza tudjuk rendezni az aranykori minőségbe és létállapotba. De ahogy mondtam, a különböző kinyilatkoztatások szerint törvényszerűen ez a fajta váltás meg fog történni, és van remény arra, hogy újra rendeződnek az itteni ügyek és energiák, Ugyanakkor arról is beszélni kell, igen, hogy ilyenkor a tudatállapotok is sokkal magasabb szintekre emelkednek, vagy emelkedhetnek. Hát az az igazság, hogy én ezt a saját, úgymond bőrömön is tapasztalom, hiszen most vannak olyan energiák, amelyek ahhoz kellenek, hogy az ember sokkal tudatosabb legyen, hogy tudjon fejlődni. Mert hogyha ezek az energiák nem, szakadtak volna föl, úgymond, szerintem pont a suma rezonancia emelkedése által, akkor én azt gondolom, hogy nem is tudtunk volna egy ilyen állapotot elérni, sem egyénileg, sem ugye globálisan. És arról is beszélni kell, hogy magasabb dimenziókba fog átlépni az itteni létezés, és már nem 3D-ben fogalmazódik majd meg, a földi létállapot, hanem négy, vagy inkább ugye az ötödik dimenzióban, és azt is tudjuk, hogy a 7D-től fölfele az anyag, mint olyan, kivonul ebből a történetből, magyarán ugye az anyagi behatás, mondjuk azt, hogy ez a nagyon sűrű fizikális szerkezet veszíteni fog a fényéből, azt is mondhatnám, hogy hála a jó égnek, és egy sokkal tudatosabb és szabadabb Létezési módot fogunk elérni. Persze jó kérdés, hogy mindenki-e, hát az én tapasztalataim, gondolataim, érzéseim által, és a különböző kinyilatkoztatások kapcsán azt kell elmondani, hogy nem. Azt is tudjuk, hogy nagyjából és körülbelül hány ember vagy lény lép majd át az aranykori mintába, hogy hányan tudnak úgymond megüdvözülni, és a magasabb szintű rendszerben helyet foglalni, és ott tovább végezni a feladatot. Arról is beszélni kell, hogy most még ugye nagyon sűrű az anyagnak a szerkezete, bár azt látjuk, hogy maga ez a fizikai rendszer fokozatosan dől be, mert hát ennek sok oka van, de ahogy mondtam, szerintem ez törvényszerű, hogy az anyagnak úgymond veszítenie kell a fényéből, és már nem fog később ennyire erősen megfogalmazódni. De eddig még, ahogy mondtam, szükség volt valamilyen szempontból erre a sűrű anyagi szerkezetre és viszontagságra. Szerintem főleg azért, mert alacsonyabb tudatszintek fogalmazottak meg. És azt is tudjuk, hogyha valami alacsonyabban rezzeg mozog, vagy például maga az ember, akkor jobban anyagba van ragadva, vagy jobban anyagba lehetünk ragadva, például, és akkor csak a fizikális behatást fogjuk észrevenni, a magasabb szellemi síkokat, berkeket nem. Hát ezt én is tudom magamról, hogy mondjuk még 20 évvel ezelőtt én is sokkal anyagelvűbb voltam, nyilván, mint most, de ehhez el kellett indulnom egy másik fajta úton, rezgésszintet és tudatállapotokat kellett emelnem ahhoz, hogy például ilyen tételekről tudjak beszélni. De szerintem az nagyon jó kérdés, hogy miért lehet az, hogy az ember számára nagyon fontos az, hogy hogy mindent kézzel foghatóvá tegyen, hogy az anyag, mint olyan, ennyire erősen megfogalmazódjon, magyarán, hogy minden látható legyen. Na most, ahogyan mondtam, hogyha emelkednek az itteni tudatállapotok, akkor mindenre már nem lesz szükség. Tehát valószínű, hogy ebből a fajta rendszerből egy idő után ki is lehet lépni. Persze, hogy mondtam, ezt igazából azok fogják elbírni, akik már eleve most is ilyen magasabb rezgésszinten és tudatállapotokban nyilvánulnak meg. És akkor a testek sem úgy fognak kinézni és megfogalmazódni, mint most, és egyáltalán az egész itteni fizikális rendszer, hát és igazából szerintem akkor azt kell elmondani, hogy egyfajta újra teremtésre van szükség, mert hogyan mondtam, úgy tűnik, hogy ez az egész itteni rendszer is fejlődik, és a későbbi lételapotok már teljesen másképpen festenek majd, mint a mostaniak. Igen, szerintem ez a legjobb szó, hogy újra teremtésre lesz van szükség, ahhoz, hogy mindent helyre lehessen állítani. Persze jó kérdés, hogy mindente. De hogyha már teljesen másfajta alapokra helyeződik az itteni vanság létezés, akkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon más létminőséget lehet majd itt a bolygón kialakítani. Persze az is nagyon jó kérdés, hogy mondjuk ez a bolygó meddig áll fönt, idézőjelbe téve, meddig forog, hogy meddig szolgál az otthonunkként, és hogy a magasabb rendű állapotokban, minőségekben milyen frekvenciák, energiák fogalmazódnak meg? Hát remélem, hogy sokkal pozitívabbak, mint most, mert hogy ezeket a mostani állapotokat már nem lehetett tovább tartani és működtetni. És azt gondolom, hogy ezért van ekkora káosz, felborulás, ezért van egyfajta szelektálódás azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami maradjon, és mi az, ami menjen. Pontosan azért, hogy maga ez az az teremtés meg tudjon valósulni, vagyis hogy az új alapokat, hát mondjuk azt, hogy ez a rendszer le tudja tenni vagy fektetni. Azt is tudjuk, hogy minden egyes szint által más-más feladatok és tanulnivalók fogalmazódnak meg. Tehát én azt gondolom, hogy a 3D is, mint olyan, kínált, Egyfajta, vagy mondjuk inkább azt, hogy többfajta leckét az emberiség számára, de ugyanígy ilyen a négy és az ötödik dimenzió. Természetesen ezek már fejlettebb szintek, és itt nyilván, hogy teljesen más feladataink lesznek és vannak, hát főleg azoknak, akik már ugye magasabb rezgésszinteken fogalmazódnak meg. Tehát valószínű, igen, hogy a 3D-ben igazából még olyan, feladatok voltak, és olyan cselekedetek, amit hát ugye lehetett is látni és tapasztalni, ami által az ember, mint olyan ö, birtokló, szerző, gyűjtő lényé vált, és fogyasztóvá, ez most nagyon fontos, amit mondok, tehát, hogy fogyasztó lényeket avanzsáltak tulajdonképpen a különböző lényekből, lelkekből, akik az anyagi behatást szolgálták ki, de ahogy mondtam, magasabb szinteken, szerintem ez az egész egy idő után el fog tűnni, és már teljesen másfajta dolgokkal fogunk foglalkozni. Persze most is vannak olyan emberek, akik már így működnek, és hátrahagyták ezt a behatást. De amit mondtam, szerintem nagyon érdekes az, hogy sokféle dimenzió, szféra fogalmazódik, meg ezt tudjuk, de hogy minden egyes ilyen szint által más-más feladataink vannak, és én azt gondolom, hogy ez az egész univerzális létezésben így van, nem mellesleg, hát ugye a Földön is. De hogyha eleve a Földnek emelkedik a rezgés és átlépünk más dimenziókba, másképpen áll majd fel ez a rendszer, akkor nyilván, hogy sok minden lecserélődik, főleg, hogyha az anyagi szerkezet bedől, meg ez a nagyon erős fogvatartottság, és akkor majd az itteni lények is teljesen más dolgokkal foglalkozhatnak. Hát arról, hogy a pénzrendszer, mint olyan bedől és megszűnik, szerintem már tíz éve beszélünk, minimum. Persze jó kérdés, hogy ez valójában mikor jön majd el, az az állapot. Ha ez megszűnik, akkor már eleve nagyon sok minden át fog alakulni. Meg, ha mondjuk megszűnik a tömegtermelés, meg a fogyasztás, maga a birtok, a birtoklás, akkor másfajta tételek felé indul el az ember, más fog fontosnak tartani és vélni. És a teljesen másfajta viszonyok fognak kialakulni, például az emberek között. Hát nem olyanok, ok, mint amelyek most. Tehát minden egyes dimenzió által, váltás által, más-más feladatok, leckék, helyzetek, szituációk és összetételek, rendszerek nyilvánulnak meg. Én azt is gondolom, hogy ezek ki vannak dolgozott tételesen. Tehát az is megvan, hogy az ötödik D-ben például milyen feladata van, hogy lesz az emberiségnek, és mondjuk ennél följebb mik hogyha például az anyag, mint olyan már totálisan kivonul ebből a történetből, hogy akkor ott szellemi a minőségben milyen más feladatok fogalmazódnak meg. De ahogy mondtam, nagyon érdekes az, igen, hogy ez a rendszer úgymond elkezdett fejlődni, mert nagyon sokáig stagnált ez az állapot. És, és az is nagyon érdekes, hogy, hogy azért viszonylag, Hamar eljutottunk oda, ami már egy kedvezőbb szint ahhoz képest, hogy milyen régóta fogalmazottak meg a beleragadt állapotok. Nyilván, hogy ehhez nagyon sok energia kellett és kell. Tehát energiákra mindig is szükség volt és van ahhoz, hogy ez az egész rendszer működni tudjon. De azt is tudjuk igazából, hogy a Földön ilyen energetikai kibillenések vannak, hát semmiképpen sem beszéltünk egyenlőségről, de én azt gondolom, hogy ha valahogyan vissza tudunk állni az aranykori minőségbe, akkor nagyon sok minden ki fog egyenlítődni, hát szerintem pont ez a cél. Az a cél, hogy, hogy ezek az energiák kiegyenlítődjenek, hogy ne legyen felborulás, ugyanakkor ne legyen hierarchia például, és hogy nagyon sok mindent vissza tudjunk állítani az eredeti mintába. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is kellett létrejönnie, úgymond ennek a változásnak és emelkedésnek. Egyrészt, hogy magasabb tudatállapotok fogalmazódjanak meg, amelyekben az anyag már nem dominál ennyire, és ahol már az ember, mint olyan, nem akar mindent kézzel foghatóvá tenni, vagy fokozatosan meg tud válni különböző anyagi behatásoktól. Hát például tudják ezt nagyon jól a szerzetesek, akik egy ilyen létmódban élnek, hogy ők is ugye fokozatosan teszik le az anyagi behatást. Hát ez is egy folyamat, amit át kell élni, és ahová tulajdonképpen el kell jutni, hát egy bizonyos szintre amit folyamatosan följebb lehet emelni, és az anyagi dolgokat kivonva sokkal közelebb lehet kerülni az önvalóhoz, az egyetemességhez, és ahhoz a fajta rendszerhez, amiben tulajdonképpen minden megfogalmazódik, de főleg ugye az igazság, amire szerintem nekünk nagyon nagy szükség van, főleg a mai Kali amiben nagyon nagy az eltérítettség, a manipuláció, és ahol igazából mindenről beszélnek, csak az igazságról nem, tisztelet a kivételnek. Most azt is tudjuk, hogyha az energiát, mint olyat, ugye, be akarjuk sűríteni, vagy láthatóvá akarjuk tenni, akkor le kell, hogy csökkenjenek ezek a szintek, mert, ahogy mondtam, magasabb rezgésszinteken, tudatálpotokban és dimenziókban, vagy frekvenciában nem sűrűsödik be ennyire, és ott az anyag nem is jön létre. Tehát az energia leesik ilyenkor, mondjuk azt, hát az a szint, rezgés szint, és ezáltal jönnek létre szerintem a fizikális anyagi szerkezetek. Na most, hogyha az emberek többsége, vagy úgy egyáltalán az emberek nem akarnának mindent kézzel foghatóvá tenni, akkor úgymond ezek a szintek lehet, hogy nem is csökkennének le. Mert szerintem nagyon sok esetben, mi úgymond mi tehetünk arról, hogy ezek a rezgés szintek lecsökkennek, mert saját magunkon keresztül akarjuk lehívni ezeket az energiákat, és láthatóvá, kézzel foghatóvá tenni, holott, ahogy mondtam, szerintem nem mindent kell, sőt, lehet, hogy egy idő után igazából semmit. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy ilyenfajta megtapasztalásra is szükségünk van, és lesz, sőt. Tehát ö, ilyenféleképpen is ö, szerintem fejlődik ez a rendszer hogy az emelkedettebb lények számára már nem lesz szükség arra, hogy mindent láthatóvá tegyenek, éppen ezért az energiáknak úgymond a szintje nem is fog lecsökkenni, nem fognak anyagba sűrűsödni, és nem nagyon lesznek olyan lények, pláne nem fizikumban, akik saját magukon keresztül mindent meg akarnak jeleníteni, és mindent anyagba akarnak sűríteni. És ez igazából nagyon sok mindenre igaz. Vagy azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy mindenre. Mert, mert szerintem egy ilyen tanulni is van, sőt, hát én egyrészt a saját magamon is ezt veszem észre, meg másrészt a világon is. Tehát én azt gondolom, hogy most például az anyagi szerkezet ezért dől be, nagyon erősen, ugye, amiről beszéltem, hogy, hogy észrevegyük ezt. Hát ezek ilyen jelek, figyelmeztető jelek, amelyek által igazából azt úgy, tudhatjuk meg, hogy, hogy, hogy vannak magasabb szintű szellemi rendszerek, és hogy hogy, hogy, szerintem az anyagi világ és ez a 3D-s szerkezet már idejét múlt, és valószínű, hogy az energiáknak nem is fog annyira lecsökkenni majd a szintje. Gondolk itt a egész szintre, hogy ez az anyagi világ tovább egy idő után föntájon, mert magasabb dimenziókban, magasabb tudatállapotokban valószínű, hogy megáll ez az egész, és nem jön lejjebb. Magyarán a 3D már egy idő után szerintem nem fog megfogalmazódni, és akkor pedig totális átalakulások várhatók, mint ahogyan ezt most is lehet érzékelni. Igazából szerintem itt arról kell beszélni, hogy a magasabb tudat, állapot az az, ami ledobja úgymond az anyagot. És szerintem most mondtam ki a lényeget, hogy a magasabb tudat szintek, ledobják, vagy elutasítják az anyagi szerkezetet. És ez igaz, úgy mond az emberekre is, tehát akiknek fejlődniük kell tudatosságban, és magasabb szinteket érnek el, ők valószínű, hogy egy idő után megválnak az anyagtól, az anyagi szerkezettől, de ahogy mondtam, ez ugyanígy igaz globálisan is. Tehát ez az egész itteni rendszer ilyen formán fejlődik, mert ahogy mondtam, nem véletlenül kezdtek el emelkedni a rezgésszintek, mert hogy ez a kétféle dolog szerintem nagyon erősen összefügg. És hát igazából az is, hogy, hogy most az anyagi szerkezet dől be. Igen. Akik magasabb tudatállapotban vannak, vagy közelebb vannak úgymond az isteni mintához, ők biztos, hogy elutasítják az anyagi szerkezetet. Maga ez a szint elutasítja, visszadobja, megállt parancsol ennek az egésznek és akkor ott abból a szegmensből az anyag, mint olyan kivonódik, vagy hát nem lesz annyira hangsúlyos. És ezért mondtam azt, hogy szerintem egy idő után nem lesznek például magántulajdonok, birtokok, az akkori ottani lények nem akarnak sem szerezni, sem fogyasztani, sem mindent bekebelezni anyagilag. Hát szellemileg lehet, de hát az egy nagyon jó kis állapot. Mert az ember minél gazdagabbá válik szellemileg, annál nyitottabb lesz, annál magasabban rezeg, annál közelebb kerül az isteni mintához, a pozitív egypólushoz. Nem mellesleg az érzékelésünk is sokkal uh, mesteribb lesz. Valószínű, hogy magasabb rezgés szinteken és tudatállapotokban sokkal több mindenre fogunk emlékezni. Ezt is tapasztalom. Sokkal mind, több minden fog úgymond beáramolni úgymond az önvalón keresztül, ami már nyitottabb, és gazdagabb, és színesebb. Tehát egyrészt ugye nyílik a koronacsakra. Na most én azt gondolom, hogy lehet, hogy a földi létezés kapcsán is erről kell beszélni, ugye, amit már az előző előadásokban elmondtam, hogy valószínű, hogy itt is nyílhatnak a különböző csakrák. Hát az a jó, ha például ugye a legfelsőbb szintek is ugye így működnek, és már nyitottabbak, mert akkor teljesen másfajta energiák áramolnak be, másfajta információk, igen, és ahogy mondtam, akkor teljesen másfajta alapokra lehet majd helyezni az itteni létezést, és szerintem itt és így fog megtörténni a váltás. Hát mondhatjuk azt, hogy akkor kérdezzük meg azt, hogy oké, okay, lehet, hogy úgy mond a Földnek is, ja Istenem, pillanat, jó, <laughs> <laughs> Tehát van vagy lehet. Azt tudom, hogy megvan az, hogy a különböző csakrapontok ugye hol helyezkednek el területre, de én most nem erről beszek. Én arról beszélek, hogy nyilván magasabb energetikai szintek is megfogalmazódnak. Ha most azt mondjuk, hogy, a, hogy az a szint, ami például a koronacsakrának felel meg, az valahol itt van, és hogyha eljutunk odáig, hogy az itteni rezgés szintek annyira felemelkednek, hogy ez a szegmens is úgymond kinyílik, akkor ahogy mondtam, teljesen máshogy energiák és infók fognak ide a földre áramolni, mint akkor, hogyha mondjuk ilyen alsóbb szintekből próbálunk meg merítgetni, és a negatív mintákból, amelyekből hát ugye nagyon sok úgymond rendezetlenség és káosz származik. Tehát én azt gondolom, hogy itt a felsőbb szinteken kell úgymond nyitni. De gondolom, hogy a különböző rezgésszint emelések is ezt mutatják, vagy ezért indultak el, és, és innen már teljesen másfajta energiák áramolnak, amelyek segítik úgymond az ébredést, az emlékezést, mert amit mondtam, szerintem egy idő után ö, sokkal több mindenre emlékezhetünk majd. Hát az is lehet, hogy egy idő után majd mindenre, de most maradjunk annyiban, hogy több mindenre. És akkor már sokkal tudatosabbak lesznek az emberek. Szerintem akkor már a szenvedés nem fog megfogalmazódni. Lehet, hogy totál eltűnik a Földről. Mert ha te magasabb tudatállapotban vagy, és sokkal több minden emlékszel, és sokkal több minden társul ki magadból, akkor a szenvedést, mint olyat egy idő után hátrahagyod, mivel hogy az egót is hátrahagyod. Igen. Tehát, hogyha innen elindulsz, és a szintiszta önvolat, az abszolútumot, akkor a szenvedést, mint olyat le leteszed, mert az egót is leteszed. De hát ugye ez egy ilyen út. Így. Amihez hosszú idő kell, egyénileg is, globálisan is. Globálisan 43. éve emelkedik. A földrezgés szintje, lehet, hogy az enyém is, de nyilván, hogy itt több mindent kell vizsgálni. Az a lényeg, hogy ez a változás, mint olyan létrejött, és van és működik, és hogy haladunk egy magasabb szintű és dimenziójú létalapot felé, ahol már a magasabb tudatállapot, mint olyan, vissza fogja utasítani az anyagi szerkezetet, és éppen ezért a Földön totális átalakulások lesznek. Magyarán az ember már nem akar birtokolni, szerezni, nem az anyagban fogja úgymond megtalálni az élvezetet, hanem a magasabb szintű szellemi mintákban, és abban a rendszerben, ami tulajdonképpen Hát én azt gondolom, hogy az egész vanságot működtetni, működteti, és akkor mondjuk azt, hogy igen, ez lesz maga az Isten kora, az aranykor, mert ebben a korban, korszakban már ezt a fajta rendszert fogják szeretni és képviselni, nem úgy, mint most. Nem úgy, mint most, hogy ma a legtöbben, vagy nagyon sokan a démoni, ördögi mintát szeretik és képviselik a negatív pólust, meg az anyagot, ugye az anyagnak hajbokolnak, ma az anyag az Isten, Ma egy márkás, úgymond sportcipő, vagy egy tévé, vagy egy telefon, egy plazma tévé, vagy egy autó nagyobb Isten az emberek számára, mint maga az Isten. Na ezt kell megszüntetni, illetve azt mondom, hogy ez meg is lesz úgymond szüntetve. Ebből az anyagelvűségből ki kell lépni. Maga ez a rendszer ki fogja léptetni szerintem az itteni állapotokat, és feljebb emelkedik ez a szint magasabb tudatállapotokba, ami által nem fog minden, tehát nem fog ennyi minden megfogalmazódni, és, és ahogy mondtam, az anyagi szerkezet, mint olyan, teljesen át fog alakulni mindenféle szempontból és területen. Az ötödik D-ben például nem akarnak majd mindent anyagba sűríteni. Sőt, és ahogy mondtam, a 7D-től fölfele meg már egyáltalán nincs anyag, tehát ott nem is fog ez megfogalmazódni. Maga a fizikai rendszer nem fogalmazódik meg. Nincs. Nem kell alak. Minek? Az alak amúgy sem tudja megmutatni a százszerzelékosságot. Sőt, az is lehet, hogy igazából semmit. Csak megtéveszt. És akik magasabban működnek már most is, ők ezt pontosan tudják, és nem is az anyagot firtatják, nem az alakot, nem a testet, nem a formát, mert tudják, hogy ez mind igazából illúzió, tehát valószínű, hogy ezek az illúziók fognak megszűnni a Földön, remélhetőleg, és úgymond feltárul az igazság, főleg akkor, hogyha már több mindenre fognak az itteni lények emlékezni, mert gondolom, hogy a korona csakrajuk is sokkal nyitottabban lesz, és nyitottabban fog működni és akkor nagyon sok minden újra be, be, beérkezik az önvalóba. Az előző életek, a jövő, tehát akkor valószínű, hogy az akkori ottani lények már lazán látnak a jövőbe, előre, a múltba, oda, vissza. Persze, ahogy mondtam, most is vannak ilyen lények. Hát például én is ilyen vagyok, tehát én is látom a, az előző életeket, a jövőt, stb. 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 Nagyon sokfelé ki tudok tekinteni, de hát azért nem az a jellemző, hogy az emberek jó része így működne ehhez el kell érni egy magasabb szintet, miképpen szerintem ez a bolygó is most már remélhetőleg, hogy egy ilyen állapot felé halad. Tehát, ahogy mondtam, a magas, magasabb rezgésszintek szintek és a magasabb állapotok vissza vagy meg sem engedik azt, hogy ez a sűrű anyagi szerkezet ott megfogalmazódjon, mert nincs rá szükség. Mert ott már tudják azt, hogy, hogy ez mind csak az alacsonyabb rendű tanulói létállapotokban működnek. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a 3D az volt ö, egy nagyon erős ilyen tanulói létállapot, és még jó lehet, hogy a 4D és az 5D is az, de, de azok már emelkedettebb szintek. A 3D meg szerintem majdnem csak a legalacsonyabb szint volt, ezért volt ennyi káosz, rendezetlenség, és ezért fogalmazódott meg ennyi negatív behatás a Földön. Mert eleve mindennek lecsökkent a szintje, és egy ilyen mátrixban tartották fogva úgymond az emberiséget, mert arról kell beszélni, hogy igen, kialakult egy ilyen mátrix, egy ilyen szövet, mondjuk így, ami nagyon erősen behálózta, szó szerint igen, behálózta, az embereket fogva tartotta, teljesen megmásította őket, a lelkeket teljesen eltérítették az igazi önvalójuktól, és az embereket egymás ellen fordították, direkt szándékosan, pontosan azért, hogy az anyagelvűség és a rabszolga tartás, mint olyan kialakuljon. Most hirtelen nem találtam a szót, hogy most mit mondjak erre, de mindegy, ez a lényeg. Igen. És ennek a, ennek a, a szerkezetnek, vagy mátrixnak kell tulajdonképpen átalakítani az összetételét, magasabb ö, rezgésszinteket kell elérni lágyítani kell ezen az egészen, főjebb kell vinni, azért, hogy, hogy akik majd még itt megfogalmazódnak, ők is magasabb szinte kell rezegni, ilyenek mozogjanak, és sokkal tudatosabbak legyenek, mert szerintem az mindig sokkal hasznosabb. Egyébként szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy a legmagasabb szinten, vagy mondjuk azt, hogy az Istenben, vagy az önvalóban van-e még valamiféle tanulni való, vagy ott ez már totálisan teljesen megszűnik. Hát lehet, hogy igen, és lehet, hogy addig pedig, még nagyon sokféle dimenziós átmenet fogalmazódik meg, ami, a vagy amelyek által tulajdonképpen mindig valamit el kell sajátítani, és meg kell tanulni. Az is lehet, hogy a különböző bolygók által is az ugyanígy van, és minden egyes ilyen. A terület által más-más feladatokat kell ellátni, meg más leckék fogalmazódnak meg. A Földön, mivel, ahogy mondtam, nagyon alacsony rezgésszintek voltak, ezért nyilván, hogy ilyen állapotok működtek, de már ez a rendszer szerintem nem fog itt sokáig megmaradni és fentállni, mert nem lehet ennyire lemaradva ez a többi, többi létalapottól szerintem. Főként ezért, mert hát mert azért itt is hatnak a különböző energiák. Nem mindegy egyébként az sem, hogy kik fogalmazódnak meg ezen a bolygón, hogy milyen lények. Sőt, szerintem, hát ez az egyik legfontosabb kérdés. Nem mindegy az, hogy kik öltenek testet, hogy kik jönnek ide segíteni, vagy éppen nem, hogy kik azok, akik emelhetik az itteni tudatosságot, energiát, fényt és hogy milyen az itteni összetétel, hát arról kell beszélni, hogy most nagyon rossz. Nagyon rossz az összetétel, főleg ugye az emberek miatt, tisztelet a kivételnek, mert hát nagyon sok negatív erő fogalmazódik, meg nagyon alacsony tudatszintek, nagyon nagy mértékű, úgymond az altatás, és hát ezért, ezért ennyire anyagelvű tulajdonképpen ez a világ, és ezért van az, hogy legtöbben csak fogyasztanak, birtokolnak, szereznek, robotolnak, vásárolnak, kielégítik az egót, és pont. És nagyjából ennyiben kiismerült az itteni létezés, majd meghalnak, azt elkönyvelik végállapotnak, mikor ugye tudjuk, hogy az nem az, és így ennyi, és akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy az élet, mint olyan, az igazából erről szól. És hogy több nincs is kimérve, és hogy csak ez, az a, ez a legfontosabb feladat, és így kell lenni, és így kell leélni 70-80 évet például. Amit igazság szerint sokkal több mindenre lehetne használni és kamatoztatni, de erről ugye nagyon kevés helyen beszélnek, éppen ezért egy ilyen úton nem is fognak elindulni olyan sokan, és nem is indultak el, mert úgymond nem ez a divat, nem ez a sik. Nem az a sik, hogy te tudatos legyél, nem. Az a sik, hogy te anyagelvű legyél, és kiszolgáld ezt a rendszert, és fogyasz birtokolj, és csillogj, villog, külsőleg, alakilag, amit majd úgy is leraksz. Tehát ezek ilyen pillanatnyi örömök, de semmiképpen sem Mondjuk azt, hogy az örökké valóságban fogalmazódnak meg, és igazából ezek nem is hasznosak, vagyis itt mindig a hiába valóságról beszélünk. Tehát igen, úgy tűnik, hogy ez a rendszer fejlődik folyamatosan, és halad egy megigazultabb állapot felé, és ezek az energiák a Földön is, hatnak, Noha lassabban megy az átalakulás, de sok mindent lehet látni és érezni. Akik ismerik a különböző kinyilatkoztatásokat, azok igazából pontosan tudják azt, hogy forgatókönyv ennek az átalakulásnak és folyamatnak hogyan kell megtörténnie. Szerintem ez is már évezredekkel korábban úgymond le lehet fektetve, és megfogalmazódott tudatosan, hogy hogyan kell az itteni rendszereket átalakítani, és hogy hogyan kell ezt az egész itteni mintát egy magasabb szintű állapotba segíteni, vagyis vissza az eredetbe, hát ha már ennyire kizökkent, és ennyire távol került a pozitív egypólustól, ettől a mintától, és ahogy én mondtam, az igazságtól, mert itt valami nagyon-nagyon távol került, valami nagyon ellettérítve mondjuk azt, hogy igazából szinte minden, és ezért van ennyi szenvedés a Földön, mert nagyon-nagyon távol vagyunk attól, ami, ami jó, és amiben már ennyi negatív erő nem fogalmazódik meg. Én azt gondolom, hogy magasabb rezgésszinteken, frekvencián maga az, az, energia, mint olyan nem is fog besűrűsödni. Akkor sem, hogyha például az ottani lények ezt akarják majd kivívni, de mondtam, akik már magasabb tudatállapotban működnek, ők nem akarnak mindent kézzel foghatóvá tenni, mert úgymond megelégszenek csak a képpel, csak, és vagy az energiákkal. Hát mondjuk úgy, ugyan én. Én eljutottam most már egy ilyen állapotba, hogy én annyira jól érzem az energiákat, hogy számomra nem kell az, hogy ezeket az energiákat testbe vagy fizikumba sűrítsem. Én igazából az energiákból élek, most fontos, amit mondok, és nem kell, hogy ezek megnyilvánuljanak formailag. Tehát lehet, hogy maga a forma, vagy a formaiság, mint olyan fog megszűnni, az energia, vagyis a tartalom, mint olyan, az jobban előtérbe fog kerülni, de nem lesz hozzá forma, egy ilyen fajta vetület, vagy nem ennyire látványosan, nem ennyire kontúrosan, és nem ennyire sűrű módon. Mondjuk azt, hogy nem ennyire vaskosan, és ugye hát ezt a kort úgy is hívják, hogy vaskor, káli juga, ami egy nagyon begyöpösödött korszak, mondjuk így, vagy nagyon alacsony tudatállapotok fogalmazottak meg, pontosan azért, amit mondok, mert, mert mindent anyagba sűrítettek. az energiának a szintjét lecsökkentették, és mindent bele tömörítettek valamilyen formába, ráadásul olyan formákba, amelyek nem mutatták meg soha az igazságot, a valódiságot, hát így az ember sem. Most pont tegnap reggel, vagy nem ma reggel, vagy tegnap este jutott az eszembe, hogy az is lehet, és most lehet, hogy furcsát fogok mondani, vagy kérdezni, hogy lehet, hogy minden női testbe költözött lény igazából férfi, és minden férfi testbe költözött lény lehet, hogy igazából nő. <laughs> Mert hogy a test nem tudja megmutatni a valódiságot. De hogy szerintem ez nagyon sok embernél a mai világban ez így van, az tuti biztos. Hogy, hogy, hogy maga az energia nem olyan fizikumot fog ölteni, váltani, ami megmutatja azt, hogy ő maga milyen. Sőt, az is lehet, hogy pont a fordítottja alakul ki. Teljesen más. Tehát az is lehet, hogy egyetlen egy ilyen fizikális behatás sem tudja százszerzelékosan leképezni az igazságot, a valadiságot, magát az energiát, az elgondolást, a képet, mert nem tud úgy lejönni az energia, mert annyira alacsony szintek vannak, hogy, hogy itt már szerintem valami félrecsúszás van, igen, én azt gondolom, hogy itt valami félrecsúszás van, illetve nagyon sokféle félrecsúszás van, mert, mert itt az, az energia, mint olyan már, az is lehet, hogy így megfordul, nem tudom, jó kérdés, tehát lehet, hogy alacsonyabb rezgésszinteken szinteken nem tud vagy nem, rosszul mondom, be tud úgy sűrűsödni, mert nagyon besűrűsödik, de, de nem azt a képet fogja mutatni, mint ami az igazság. Viszont magasabb szinteken meg már nem is fog besűrűsödni ennyire, vagy egyáltalán nem, és akkor ott már, ahogy mondtam, nem kell forma, nem kell forma, nem kell külső vetület, mert anélkül is mindent lehet érezni. Tehát nem kell, hogy, hogy legyen mellette, vagy körülötte, egy alak, egy fizikális behatás, mert magasabb tudatállapotoknál, amikor az ember ideig elér, erre már nem vevő. Tehát ilyenkor ez, ez, már nem kell, ez megszűnik. Ez, erre nincs szükség. Teljesen felesleges. Ahogy mondtam, én is elértem most már egy ilyen állapotot, hogy, hogy nem, nem kell nekem ahhoz fizikális vetület ahhoz, hogy én az energiákat érezzem, és hogy így legyek, és egyre több anyagi dologtól válok el, meg meg, mert, mert nem kell, mert eljöttem arra, hogy minek. Tehát ez, ez csak a látszat. Engem a látszat meg egyáltalán nem érdekel már. Tehát remélem jó írjam, és ez a 963. igen, azt hiszem, igen. Igen, igen, tehát itt erről kell beszélni, hogy magasabb tudatállapotokat kell elérni ahhoz, hogy az anyagi vetület már ne fogalmazódjon meg ennyire, és ahogy mondtam, akkor totálisan átalakul minden, akkor nem lesz fogyasztás, birtoklás, tömegtermelés, bedől a pénzrendszer, bedőlnek a különböző ö, hierarch hierarchikus rendszerek és sokkal könnyebben lehet majd egyenlőségeket kialakítani az emberek között, mint így, mert az anyagi behatás az mindig különbözőségeket fog generálni, egy olyan lételapotban, amiről én beszélek, ott nem, és akkor mondjuk azt, hogy szerintem a béke állapotát így lehetne kialakítani, így lesz béke, hogyha az anyag nem fog ennyire erősen megfogalmazódni, és nem is kell azért harcolni, gürcölni, hogy az anyagi világot ilyen formán fenntartsuk, mert igazából ennek semmi értelme mert, mert nem az igazságról szól. Tehát mi hamis illúziók között élünk, és az emberek hamis illúziók által működnek, az anyagi világ által, a formaiság által, ami, ami nem tudja megmutatni a tartalmat, és szerintem soha nem is tudta, vagy lehet, hogy pont az ellenkezőjét mutatja, és éppen ezért nagyon-nagyon sok az eltérítettség, és ezért nem is tudunk kiegyezni. Tehát nem tudunk kiegyezni, nem tudjuk ezeket az állapotokat így, ilyen formán létrehozni. Ezért fejlődik a rendszer, ezért emelkednek a szintek, ezért dől be az anyag, ezért vannak ezek a változások, mert, mert fejlődik az itteni összetétel, de persze nagyon jó kérdés, hogy ki vagy mi által hogy sokan azt mondják, hogy az Isten által, az Isten most már beavatkozott, kész pont, és átalakítja az egész rendszert, hát ha így van, akkor az nagyon jó, akkor bízzunk benne, hogy hogy hamarosan most már létrejön az aranykori létállapot, és sokkal könnyebb minőségek fogalmazódnak meg, és nem lesz ilyen anyagelvűség, sőt nem is kell anyagi dolgokat gyűjtögetni azért, hogy hogy, hogy megfogalmazódjunk energetikailag, mert ahogy mondtam egy idő után, a formaiság az totálisan kivonul ebből az egész történetből, hála jó égnek, hiszen ahogy mondtam, szerintem ez a cél, és szerintem ez az itteni rendszer vagy létalapot is egy ilyen minőség felé igyekszik, ami igazából lehet, hogy teljesen evidens, és 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 én is azt gondolom, hogy ennek így kell lennie, mert magasabb szinteken teljesen más lenni és működni, más dolgok lesznek fontosak, amelyek sokkal emberibbek, nem úgy, mint a mai kári jogában, amiben mindenről lehet beszélni, csak emberi dolgokról nem. Egyébként szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy az ember, mint olyan, miért akar mindent besűríteni és láthatóvá tenni hogy miért van az, hogy nagyon sokan ugye mindent kézzel foghatóvá akarnak varázsolni és bekebelezni. Ahogy mondtam, ez az alacsony tudatszintekkel, vagy a tudatalatti lételapotokkal függ össze, és mindenképpen az egóval, amit hátra kell hagyni de az egész rendszernek, az egész itteni mi voltnak, igazából ez a feladata, mert ahogy mondtam, akkor valószínű, hogy a 3D-ben igazából ez fogalmazódik meg, a 3D-ben ilyen feladataink vannak, a 3D-ben el kell hagyni az egót. A negyedik, meg az ötödik D-ben már uh, nyilván, hogy azok fognak megfogalmazódni, akik elhagyták az egót, mint olyat, és már az önvalóból merítenek, vagy egy ilyen közelebbi állapotból, a cél az abszolútum elérése, a tiszta tudat elérése, majd a további szintemelések, egészen addig, amíg el nem érünk egy olyan minőséget, amit például elért az Isteni rendszer. Ez egy folyamat, nagyon hosszú folyamat, amin remélhetőleg végigmegy az ember, mint olyan, meg maga ez a globális összetettség, meg lehet, hogy az egész univerzum, és akkor onnantól kezdve már, egy megérkezettebb minőségről, állapotról beszélhetünk, amiben sokkal több szellemi kincs van, több energia, pozitív erők. Ez az egész kiemelkedik ebből a negatív mintából, és fejlettebb minőségeket érünk el. Magyarán egy idő után hazaérünk, ahol már szerintem mindenre fogunk emlékezni, mert ez az egész kizökkent, ugye. Ebből a magas szintű állapotból, de most már próbáljuk visszaállítani ezeket a helyzeteket, hogy minden egy idő után visszatérjen az egységbe, és most már úgy is maradjon, és hogy ez a kizökkenés vagy leesés, mint olyan soha többé ne fogalmazódjon meg. Hát jó kérdés, hogy ez így lesz-e, majd meglátjuk egyelőre az a feladat, hogy haladjunk ezeken a magasabb szinteken, és hogy felvegyük ezeket az energiákat, és hogy sokkal tudatosabb emberek kíváljunk. Úgy, Úgyhogy akkor mondhatjuk azt, hogy ennek a folyamatnak, átalakulásnak vagyunk a szemtanúi, illetve nem csak a tanúi, hanem talán a hasznos tagjai is, és ami által mi is fejlődhettünk, ezt a húsz évet azért írom le ide, mert én húsz éve járok ezen az úton, húsz évet tanulok ilyen tételekről, 20 éve kutatom ezt a mintát, szegmenst, ami nem kevés. Hát nyilván, hogy nekem is meg kellett fogalmazódnom ebben a korszakban, nem véletlenül, és az sem véletlen, hogy nekem is ezeket az energiákat fel kellett vennem, és kamatoztatni kellett azért, hogy én is egy ilyen átalakuláson menjek keresztül, fejlődésem. Különben ezt én sem tudtam volna megtenni. Miképpen ez a rendszer, szám, rendszer sem, amiről azt kell elmondani, hogy ezek szerint akkor törvényszerűen vált, hát nyilván egy magasabb rendű behatás és döntés eredményeképpen, és szerintem itt a pont, ez a lényeg, amit most kimondtam, hogy ennek így kellett lennie, nekünk pedig alkalmazkodni, vagy mondjuk azt, hogy elvállalni olyan feladatokat, amelyek által mi is a részesévé váltunk ennek a nagyon fontos és talán megismételhetetlen átmenetnek, és fejlődésnek, mert állítólag ilyen átalakulások még sosem voltak a Földön, és most valami nagyon nagy dolgot hajtottunk végre. Hát én is bízom benne, hogy ez valóban így van. Na, nem akarsz elgurulni? Nem, nem, nem akar.